a Verzió Filmfesztivál filmjei között nagyon sok filmnek a tárgya a migráns kérdés, ami engem is annyiban is mélyen érint, hogy migránsok gyereke vagyok. A szüleim bevándoroltak, és ők pedig kivándorlók gyerekei voltak. Ide vándoroltak vissza, ahonnan az én nagyszüleim kivándoroltak. A filmek, amiket láttam, soknak az előzetesét, csupa-csupa negatívumot mutatnak meg, ami teljesen indokolt, hiszen emberi szenvedéseket és életlehetőségekben való korlátozottságot mutatják meg, az idegenséget, bunkerek, falak, ezek a címek, üres szoba, csupa negatív cím. Engem mégis egy olyan dolog foglalkoztatott, és talán azért választanám ki a Láthatatlanok című filmet, ami ennek a dolognak a pozitív oldala, mert van, magamból kiindulva legalábbis. Nevezetesen, hogy ugye egy olyan családba születtem, ami egy másik világból hozott kultúra ízeivel, szavaival, abban nevelkedtem, hogy nem csak egy világ van, hanem több is. És erről az egész migráns kérdésről, ami Magyarországon persze néha elég csúnya fordulatokat vett, és gyűlölöm például a migráns kifejezést, annál csúnyábbat nem is hallottam az elmúlt években, azt nem veszik figyelembe, hogy tulajdonképpen egy olyan történelmi folyamatnak az elején vagyunk, ami sok száz évig fog tartani, ha az ember egy ilyet mondhat, mármint jósolhat a jövőbe. Ugyanis egy elkerülhetetlen történet részesei vagyunk, csak most ugye a közel-keleti események miatt ez felgyorsult. A Láthatatlanok című film 2014-ben készült, azért fogott meg, mert három teljesen más országból való fiatalember útját követi, egy kenyai, egy szíriai és egy kameruni. Akik bekerülnek ebbe a gépezetbe, ami az európai bürokrácia, a befogadás, és már abból a pár kockából és pár percből, amit láttam, teljesen világos, hogy bármilyen nehéz is ez a szituáció, ugyanakkor egy kölcsönös tanulás. És ez az, ami vár ránk, mármint az emberiségre, ha még lesz emberiség 1000 év múlva, ez a probléma egyáltalán nem így fog kinézni. Úgyhogy csak mindenkinek ajánlani tudom, hogy üljön be a Verzió Filmfesztivál előadásaira.